A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm a Székelyfehérvár TV-k minden kedves nézőjét, ha nálatok Mész út című műsorunk rendkívüli adását látják. Én Tornyai Gábor vagyok, öreghegyi plébános, és a mai napon én leszek a műsorvezető, úgyhogy egy egészen speciális helyzetben érzem magam. Szeretném bemutatni a beszélgető társaimat, mindenekelőtt Lengyel Zsófit, aki Székelyfehérvár esélyegyenlőségi referense, a Mindenki Képes Egyesület ügyvezetője. Szia Zsófi! Sziasztok, és üdvözlöm a nézőket is! Szeretettel köszöntöm Keller János színész, színművész urat is, aki legutóbbi alkalommal volt a műsorvezető, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas adás volt. Örülök, hogy itt vagy most. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Kovács Szilvi egészen különleges helyzetben van, hiszen eddig mindig ő szokott itt ülni az én helyemen, úgyhogy most szerintem van neked könnyebb helyzeted van, mert te lazíthatsz, én meg itt rendkívül izgulok és átélem a helyzetet, úgyhogy hát bízok benne, hogy ez a mostani adás is majd izgalmas lesz számodra is, hogy itt a vendégek között tudsz ülni közöttünk. Én is köszönöm a lehetőséget, örülök mindig annak is, amikor itt ülhetek, bár pont azon gondolkodtam, hogy mondani fogom, hogy nekem most milyen könnyű ma, de egyébként nem, mert amikor itt vagyok veletek, meg egyébként is a műsorban, ha bárkivel beszélgetek, azért könnyebb a helyzet, de nyilván abból a szempontból, hogy fel kell egy kicsit talán készülni, abból a szempontból a műsorvezetőnek nehezebb. Ezt határozottan meg tudom erősíteni, úgyhogy majd remélem, hogy a kedves nézők is látják, hogy sikerült talán megérkeznem a műsorba és feloldódni, mert nagyon izgulok ebben a szerepemben. És a nagy szeretettel köszöntöm Csárpalkovics András polgármester urat is, aki szintén állandó része ennek a csapatnak, Isten hozott téged is itt közöttünk. És üdvözöllek, üdvözlöm a többieket is, örülök, hogy ismét itt lehetek, és természetesen köszöntjük a televízió kedves nézőit is. Nem tudom levetkőzni azt, hogy én nekem mi a fő szerepem, mert hogy tulajdonképpen ugye katolikus papként, öreghegyi plébánosként, meg almási tere plébánosaként működök, és arra gondoltam, hogy ezt a mai adást egy szentírási szöveg köré fűzném, annak a részleteit bontanánk ki. Megnyugtatom a kedves nézőket, hogy nem vallási műsorral készülök, és nem vallási műsort fogunk most itt idehozni a nézők számára, de hogy gondolkodtam azon, hogy vajon mi az, amivel én mondjuk egy sajátos szint tudok belehozni így ebbe a műsorba, és hát ezt a papsapkámat nem tudtam levetkőzni, és akkor ezzel érkeztem. Ami nekem külön érdekes volt, hogy amikor készültem így az adásra, hogy fú, hát akkor milyen kérdéseket hozzak ide majd nektek, a kedves nézőknek elárulom, én a csoportnak elküldtem, hogy szeretnétek-e tudni, miket fogok kérdezni tőletek, és hát a Szilvi írta azt, hogy ő szereti a meglepetéseket, a Zsófi így rám hagyta, a férfiak így hallgatásban... Én nem vagyok a csoportban, úgyhogy én nem láttam, hogy nem reagáltam. Megtanultam. Úgyhogy ennek körülmére úgy döntöttem, hogy akkor nem osztom meg veletek előre a kérdéseket, emiatt én is izgulok, hogy vajon jó kérdéseket hozok-e. Részben olyan kérdésekkel készültem, amik talán azt mondhatom, hogy talán picit ilyen sablonok, amik ilyenkor egy ilyen évkezdésnél várhatók, vagy mire lehet számítani, és részben azért olyan, ami számomra is izgalmas, illetve nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Adventben, amikor készültünk a karácsonyra, akkor én egy szentírási részt választottam mottól, az adventi vasárnapokon ennek a szentírási szövegnek a részleteit bontottam ki, vagy abból indítottam el, és azt gondoltam, illetve az jutott eszembe, hogy az milyen jól hangzik, hogy ezt is ide is hozom nektek. Szent Pál apostolnak ez egyik gondolata, ami úgy hangzik, hogy vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőinek képmására teljes megismerésig. Ez egy nagyon jó kis programbeszéd volt, és így adventben ezt végig tudtok nézni, és arra gondoltam, hogy ezt a szöveget hozom ide nektek, vagy ezt a gondolatot, vagy ez alapján néznénk végig, hogy mi is az, amire én kíváncsi vagyok veletek kapcsolatban. És az első, ami szerintem egy picit így adja magát évelején, ez a vessétek le a régi embert szokásaival együtt, azokat a dolgokat jelenti számomra, amik a múltunkról szólnak, és így akkor ugye a tavalyi évről, vagy a múlt évről. És két kérdésem volna hozzátok ezzel kapcsolatosan. Az egyik, hogy van-e bármi olyan dolog, amit szívesen magad mögött hagysz az új évben,
A másik kérdésem pedig az, hogy mi az, amit úgy érzel, hogy másképpen kellett volna csinálni? Szinte majdnem ugyanaz a kérdés, de hogy esetleg, hogyha ha ezekre tudtok válaszolni, és én azt hiszem, hogy most nem is kötném meg, hogy milyen sorrendben, aki esetleg meg tud szólalni, nem illetődött meg kellőképpen. Szerintem nagyon nehéz kérdés tettél. Ezért izgultam tőle. Maradok utoljára. Hogy... Az eddigi életünkre vonatkozik, csak az előző évre. Év, vagy volt-e valami olyan dolog, amit azt mondod, hogy ezt úgy leveszem, ezt úgy levetem, akár történés, akár magaddal kapcsolatos dolog, bármi, amit úgy, és megmersz, vagy meg tudsz osztani a kedves nézőkkel. Kedves hölgyek. Jó, akkor kezdem én, mert hogy a kérdés az az volt, hogy volt-e ilyen, nem? Igen, igen. Lehet olyan is, hogy nem? Persze, simán. Én, ez a legjobb válasz egy műsor, egy riport, hogy nem. Igen. 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 Egy olyan sem túl van rajta a Szilvi. Jó, egy kicsit ezért megmagyarázom. Nem, hát igazából én nekem most ez egy rendkívüli jó évem volt. Én úgy érzem, hogy teljesen elégedett vagyok. Nagyon sok szuper változás állt be az életemben, és én nem gondolom, hogy bármit így bánnék belőle, vagy nem lett volna jó. Sőt, nagyon sok olyan jó hozadéka van, ami erre az évre is ugyanúgy átnyúlik, sőt, még majd többi évre is. Úgyhogy én teljes mértékben elégedett vagyok. Ha csak azt nézem, hogy elkezdtem egy egyetemet, aminek most a december-januárban az első fél évét sikerült sikeres vizsgákkal teljesíteni. Ugye elkezdtünk egy filmet forgatni, ami most fog igazán kicsúcsosodni, és most lesz meg ebben az évben az eredménye. Ezek nagyon jók, tehát egy szakmai részét azt nagyon pozitívnak ítélem meg. Családi részét is, mert nálunk azért tudjátok, hogy azért vannak olyan küzdelmek, amiken átmegyünk nap mint nap, mert ugye van egy autista kislányom, akivel nagyon-nagyon sok eredményt elértünk az előző évben, és egy óriási fejlődésen vagyunk túl, úgyhogy hát most így hirtelen ezek jutnak eszembe, hogy én így nagyon sokat hozok inkább az előző évből, és azt a szintet próbálom tartani, és azt hiszem, hogy igenis ugyanolyan jó lesz ez az év. Aha, na ez nagyon jó, jól hangzik. Többiek esetleg bárki jönnek? Hát nyilván nehéz most magánszemélyként nyilatkozni az előző esztendőről különösen. Inkább azt mondom, hogy már jó lenne, és szerintem ez egyénre is igaz, családokra is igaz, nagyobb közösségekre, a világra is, hogy egy kicsit kiszámíthatóbb, nyugodtabb esztendőt előttünk látni, mint amilyen néhány van most mögöttünk. Uh-huh. És ennek tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok oka volt, és ha ezeket magunk mögött tudnánk, akkor azt hiszem, hogy mindenki ennek örülne. De hát azt is látjuk persze, hogy nem mindegyikre van esélye ezen belül. Amit én egész 22-23-ból szörnyűséggel figyelek, az nyilván a háború a világ különböző pontjain, így Európán belül is, ezt nagyon jó lenne lezárni. És ha valamit megtanulhattunk volna a saját történelmünkből, akkor hogy kéne elkerülni ezeket a konfliktusokat. Ugye ennek volt egy csomó olyan hatása, ami hatott a mi mindennapi életünkre is, 2023-ban itt energia, árak, inflációra gondolhatunk. Ha ezen túl tudunk lenni, azt hiszem, hogy abból a közösség és az egyén egyaránt nyer. Bízom benne, hogy ehhez képest tehát egy kicsit nyugodtabb időszak elé nézzünk, mint amit lezártunk. De azért abban is legyünk igazságosak, hogyha másfél éve azt mondják, hogy 23 olyan lesz végül, mint amilyen lett, akkor lehet, hogy én ezt a város szempontjából aláírtam volna. Tehát érdemes mindig inkább azt nézni, hogy az a pohár, abban mennyi víz van, mennyi tea van, és nem az, hogy mennyi hiányzik. És ebben magyarok mi nem vagyunk annyira erősek. Kicsit néha pesszimistában látjuk a világot, vagy a saját életünket, mind amilyen az világ összességében ezt elfoglal. Én önmagában ilyen nagyon optimista és pozitív, mosolygos személyiségben hiszek, és ezt próbálom közvetíteni. Úgyhogy szerintem 23 is szép volt, de remélem, hogy 24 az egy kicsit kiegyensúlyozottabb lesz. Ha valamint szeretnék, még az éve eleje szól ilyen fogadalmakról, valamint szeretnék magamon változtatni, hogy néha bizonyos helyzetekben egy kicsit türelmesebb legyek. Megvárjam annak a mondatnak a végét is, mielőtt reagálok rá. De hát szerintem mindenkinek az életében van olyan, amikor lehet változtatni, az ember érdemes egy év elején lezárva egy előző esztendőt ezt egy kicsit átgondolni, de én sok mosolyt kívánok. Ami nagyon pozitív volt, mert az adventből vezetted föl ezt a kérdést, jó volt látni, hogy bár ez egy nagyon rövid advent volt, hiszen egy héttel rövidebb időszak volt naptárokán, mint egy évvel korábban,
De szerintem egy nagyon jó hangulatú adventi időszak volt, legalábbis én így éltem meg. Rengeteg közösségi program, mosolygós program, az emberek újra összejöhettek, rendes adventi vásár volt, szép programok voltak, rendezvények voltak, én azt tapasztaltam, hogy mindenhol sok ember volt, azt láttam, hogy az emberekben igenis van igény, hogy valamihez, valakihez tartozzanak, és persze sok esetben ez külsőséget is jelent, de szerintem sok embernél ez a felkészülés, a várakozás része karácsonyra, és szerintem most karácsony is a két ünnep között is igaz volt, hogy az évnek ez talán a legnyugodtabb néhány napja, amikor valóban nem is áll le az élet, de azért jelentősen lelassul, mert ha megyünk is egyik helyről a másikra, de ott rokonokhoz megyünk, családhoz megyünk, barátokhoz megyünk, jókat beszélgetünk, társasjátékozunk, ki mit szeret ilyenkor, de azt hiszem, hogy az életnek ez a sok esetben nagyon-nagyon szép részét mutatta, és bízom benne, nagyon sokan így érték meg ezt az ünnepet. Ha így érték meg ezt az ünnepet, akkor így tudtak fölkészülni az új esztendőre. Jani vagy Zsófi? Zsófi? Tudtam én, hogy aki lesz az elsőség. Köszönöm szépen. Polgármester úr elcsípte az én kis tervezett mondatomat, mert éppen a félig teli vagy félig üres az a pohár mondással szerettem volna én is erre igazából reagálni, de kicsit kiegészítem. Hát az én poharam, hogyha a külső szememmel nézem, akkor homályosan félig üres, ugyanis volt negatív is, rosszabb is a tavalyi évenben, ha pedig a belső szemem nézem, akkor meg tele van pozitív dolgokkal és nagyon szuper eseményekkel. Nekem egy hatalmas tanítás volt a tavalyi évem. Atyával adás előtt beszélgettünk arról, hogy létezik-e olyan, hogy gonosz vagy gonoszság, akár így emberi személyiségben. Sajnos én találkoztam a tavalyi évben több olyan személlyel, akik igyekeztek rosszat okozni nekem, és ez egy hatalmas tanítás volt, mert türelmet és toleranciát kellett tanulnom, illetve azt, hogy az oroszlán énemmel nem harcolhatok mindig magamért, és nem nyerhetek meg minden csatát, akkor is, hogyha nekem van igazam az életben. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon tanítós év volt számomra, még erősebbé tett, azt gondolom, és még inkább előre vitt az úton, hogy az igazamért azért kiállok egyenes háttal és kihúzott gerincsel. Pozitívummal pedig bőven bővelkedett, hiszen az önkormányzat segítségével mindenki képes egyesületemnek, helyi városi egyesületemnek létrehoztam az egyesületi irodáját, közösségi terét, ennek már megtörtént a teljes körű akadálymentesítése, melyet 1%-kal, 1% látással próbáltam lekoordinálni, senki ne aggódjon, nem én festettem, de azért természetesen kipróbáltam mindent, amit lehetett, úgyhogy ez a része nagyon boldog, és alig várom, hogy ebben az évben ezt még tovább tudjam minden hivatalos munkám mellett, ezt a szerelem hobbimat, a saját egyesületemet tovább tudjam vinni és fejleszteni. Igen, akkor én vagyok a következő. Nekem nagyon vegyes volt az előző év, főként szakmailag. Értek természetesen nagyon jó és rossz dolgok is, de ami hihetetlen erőt adott, és amiért végtelenül hálás vagyok, hogy megkaptam Istentől, a sorstól, vagy bárkitől, de ha földi személyét nézzük, akkor Matúz Jánostól a Schliemann szerepét a múzeum udvarán. Tehát ez mind emberileg és mind szakmailag akkora erőt adott, ami megerősített abban, amiben egy kicsit elbizonytalanodtam az elmúlt időszakban, hogy érdemes-e ezt csinálni, hogy kell-e csinálni, hogy annyi mindent belefektettem én ebben a szakmába, hogy érdemes rámenni, nem érdemes, szóval nagyon nagy mélységeket jártam be, és ez a lehető legjobbkor jött. És azóta is ebből merítkezem és táplálkozom. De hiszem azt, hogy minden okkal történik. Tehát mindenből tanulni kell. Én otthon is mindig ezt mondom a fiamnak is, hogy meg kell tudni fogalmazni a jót is és a rosszat is, hogy mi miért történik, és hogyha ezt megfogalmaztuk, akkor tulajdonképpen tanulunk belőle és tovább lépünk. Elhangzott már a türelmetlenség itt köztünk, hát ez egyik legnagyobb hibám. De ez valószínű, hogy abból is adódik talán a nehézségek miatt, hogy türelmetlen vagyok, hogy akkor mi lesz holnap, mi lesz jövő héten, mi lesz a következő időszakban, hogy kicsit vissza kellene húznom azt a bizonyos féket, hogy jobban megéljem a mindennapokat, mert szerintem nagyon fontos, hogy nem mindig azzal törődni és foglalkozni, hogy mi lesz majd, hanem hogy mi van most.
És a másik dolog pedig csatlakozva az Andráshoz, hogy azért pedig végtelenül hálásnak kell, hogy legyünk, hogy békében élünk. És hogyha ez megvan, akkor tulajdonképpen igazából nagy probléma, azt gondolom, hogy nincs, vagy nem lehet. Nem? Igen. Tehát szabadon mehetünk az utcán, beszélgethetünk, beülhetünk bárhová, színházba, moziba, kávéházba, bárhol. Tehát tulajdonképpen szabadon élünk, és hogy ez micsoda ajándék. Szerintem ezt az elmúlt időszakban talán már mindenki megfogalmazta magába, és én ezért végtelenül hálás vagyok. De egyébként, bocsáss meg, annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyébként én nem években, vagy évelei és év végéhez képest mérem magam, vagy a fejlődésem, vagy az, hogy mi az, amit letennék, és mi az, amit nem, hanem ez egy folyamatos nálam, mint hogy folyamatosan tanulok, erről is beszéltünk, ugye, hogy pont vizsgai időszakon vagyok én is túl, meg az államvizsga, stb. De hát most már hosszú bevállás, azt gondolom az életemben, hogy az elmúlt több éven tanulok egyetemen folyamatosan, viszont nagyon-nagyon sok mindent kaptam. Tehát azt gondolom, hogy kinyílt a világ. És annyira jó, és erősíti a szakmámat egyébként. Tehát, hogy több oldalról látok dolgokat, hogy jobban átlátom, hogy nem csak a színház és a kultúra szemüvegén keresztül tudok megfogalmazni dolgokat, hanem vannak most már más dolgok is az életemben, ami lehet, hogy előtérbe fog majd kerülni. Én nagyon köszönöm nektek ezeket a visszajelzéseket. Így figyeltelek benneteket, és így gondolkodtam, hogy örülök annak, hogy ez így fogalmazott meg bennetek, hogy voltak rossz dolgok, de igazából jóra tekintek, mert azért volt fontos számomra ez a kérdés, mert picit, hát hogy ez egy közhely vagy nem közhely, nem tudom, de úgy beszélünk néha magunkról, magyarokról, hogy elég pesszimisták vagyunk, hogy csak a rosszat látjuk, meg azt emlegetjük fel, hogy milyen rossz nekünk, és hogy így azt értem meg most így veletek kapcsolatban, hogy igen, voltak nehézségek, de és akkor mindenki átváltott, hogy az üres pohár, meg teli pohár, igazából erre nekem mindig az a reakcióm, hogy a lényeg az, hogy van valami a pohárban. Tehát ne az, hogy üres vagy telen, hogy van valami, és akkor azzal már gazdagabb vagyok, és hogy valahol picit így nekem ebből a visszatekintésetekből ez jött le, és azt hiszem, hogyha itt vagyunk egy ilyen közszolgálati médiumban, amivel formáljuk az embereknek talán a gondolkodását, véleményét, akik esetleg most így hallgatnak, vagy néznek bennünket. Azt hiszem, hogy ez is egy fontos üzenet lehet tőlünk, akik mondjuk így különböző szerepekben vagyunk, de mégiscsak valahol olyan értékeket képviselünk, amiben segíteni tudunk. És igazából ide kapcsolódik nekem a következő, ha már egyszer visszanéztünk, ez megint gondolom adja magát. Ugye ez a szentírási szövegünk úgy folytatódik, hogy öltsétek fel az újat. És így évelején vagyunk, adja magát, én ezt azért meg is kérdezem, hogy van-e bármilyen tervetek önmagatokkal kapcsolatban, vagy hogy szeretnétek-e valamit elérni az idén, azon kívül például, hogy Jani most rövidesen vizsgálni fogsz, és hogy azt szeretnéd elérni, hogy sikeres legyen a vizsgád, de hogy például van-e terved arra, hogy folytasd mondjuk a tanulmányokat, vagy most úgy döntöttél, hogy mint egy jó pap befejezted a tanulmányait. Hát szerintem elég volt. Az igazság, hogy ez nehéz kérdés, mert ugye az előbb említettem, hogy most már hosszú-hosszú évek óta tanulok, sőt, hát ugye mondjuk azt, hogy több évtizede, hiszen egyik szerepet tanulom, aztán jön a következő, de emellett ugye az egyetemi képzések, amiket elvégeztem. Nem tudok rá válaszolni. Először is a családom most éppen ott tart, hogy mondjuk azt, hogy kicsit nehéz eset vagyok vizsgai időszakban, illetve amikor szakdolgozatot kell írni, vagy államvizsgára készülök, nem értem, hogy miért mondják, nem, sajnos igazuk van, de tényleg kicsit túl izgulom, azt hiszem ezt is, meg szeretnék jól teljesíteni, megfelelni, de nem is az, hogy... Volt már olyan, hogy nem sikerült valamit? Az életemben? Rengeteg. Hogy amik ilyen, mondtad, hogy sokat tanulsz, hogy volt már, hogy valamit, amire készültél, tanultál, nem sikerült? Persze. Tényleg. Most az egyetemi képzést kérdve, nagyon sok ilyen volt az életemben, de volt a képzésnél is, amikor épp a Szilvinek meséltem az adás előtt, hogy az előző egyetemen egyetlen egy tételt nem tudtam. Az összes többit igen. Egyszerűen egyrészt, hát nagyon szomorú, de ez történt, nem érdekelt az a téma, és annyi, meg nem is igazából értettem, sokat kellett volna utána olvasni, meg kutatni, annyi időm nem volt, és gondoltam, hogy megtanulom az összes többit, és hát még biztos szerencsém lesz. Hát természetesen kihúztam azt az egyet, és akkor azt mondta tanár, hogy János, üljön és gondolkozom. Nem mondom, tanár, hogy üljön és gondolkozom, erről nem, de próbálj meg. Hát jó, ott ültem, azt mondtam, hogy ez nem fog menni.
És aztán húztam ugye egy másik tételt, amit elmondtam ötösre, Denver, hogy az első húzás nem sikerült, ugye csak hármas kaphattam. De egyébként számtalan kudarc élt az életben, nem a tanulás terén, hanem egyébként is. Igen, az. Szóval, hogy visszatérve a kérdésedre, hogy gondolkoztam azon, hogy még esetleg tovább tanulok. A családom most nem pillanatban megtiltotta, tehát azt mondták, hogy elég volt. Elég. Tehát, hogy ha véletlenül úgy döntök, hogy mégis akkor azt hiszem, hogy titokba fogok jelentkezni, és nem fogom el. De hát nem mondasz, hogy soha, nem tudom. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen van bennem még vágy, meg talán annyi erő, hogy igen, de nem biztos. Tehát azért most már szerintem lesz három végzettségem, az már talán elegendő lesz az életem hátralévő részére, hogy ezzel már tudok boldogulni. Az, hogyha válaszolom kell a következő kérdésre, hogy mivel ruháznám föl magam, akkor ez is ahhoz kapcsolódik és csatlakozik, amit az előbb mondtam, hogy most a legnagyobb cél, amit kitűztem, az, hogy megfogalmazni és örülni minden apróságnak az életbe, és nem elvárni. Tehát, hogy ne várjak el dolgokat, hogy szerintem az nekem kell, vagy mondjuk ne agyisten nekem járna, mert ez nem létezik, ilyen nincsen. Mert ha kell, úgyis megkapom. Ha nem, akkor meg úgysem. És nekem most ez a legfontosabb, hogy megtaláljam egy picit a nyugalmat, én azt gondolom. Tehát nagyon szaklatott életet éltem az elmúlt években. Nagyon sok minden megviselt lelkileg. És néha már azt hiszem, hogy azt vettem észre, hogy a testem is jelez, hogy kicsit vissza, és most, hogy befejezem a tanulmányomat, most alig várom, hogy újra elkezdjek olvasni, ami nagyon-nagyon hiányzott, hogy most már eddig csak szakkönyveket olvastam, hogy most visszamerüljek abba a világba, amit én nagyon-nagyon szeretek, és a legnagyobb kikapcsolódás számomra az, amikor egyedül leülök egy könyvvel és olvasok. Szilvi, te most ugye te is tanulsz, igen. És neked most, hogy mikor lesz vége a... Én most itt közben jókat kuncogtam, mert hasonló cipőben vagyok. Igen, azért kérdeztelek, nagyon, hogy ez a hasonló cipőben vagyok. Hát én most kezdtem szeptemberben, ez 4 fél éves, úgyhogy most a második fél év következik, de hát szerintem nagyon hamar el fog repülni, hát ez a fél év is pikpak itt lett, és már a vizsgákon is túl vagyunk, és már a következő tárgyfelvételnél tartunk, úgyhogy hamar el fog menni. Hát, az iskola mellett van, most a tanulás mellett van, vagy esetleg valami olyan célod, terved az idejévre, amit úgy szeretnél behozni, a megújulásod részeként? Hát nem. Igazából a filmet szeretném végre befejezni, aha, illetve nem végre, mert ennek megvan a maga üteme. Azt szeretném. Most ezen kívül más tervem nincs, mert hogy az iskola az meg folyamatosan van közben, úgyhogy arra is kell koncentrálni, a munka mellett, meg a gyerekek mellett természetesen. Úgyhogy tervekre most nem. És ami még egyébként az előzőre is visszacsatolva, hogy azért egy kis negatívat is mondjak magamról, és ami miatt mondhatom ezt, hogy felruháznám magam olyan dolgokkal, amit le kéne, hogy vetközzek, az például az, hogy annyira túlvállalom néha magam, gondolom te is, tehát hogy így lehet, hogy nem is lehet hasonlítani, de hogy van, hogy egyszerre párhuzamosan csinálok mondjuk 5 dolgot, és már néha úgy érzem, hogy az agyam az teljesen szétpattant. Tehát pont a decemberi hónapban volt az, hogy azt mondtam, hogy na jó, most van az, hogy át fogod gondolni, hogy mikor szervezel rendezvényt, ami ugye nem jött sajnos össze, de azt is nagyon sokáig. Ugye én is olyan vagyok, mint olyan, hogy lelkemre veszem, és nagyon szeretném, és mindent a maximális szinten. De közben ugye jöttek a vizsgák, közben már tanulni kellett, már azon koncentrál az ember, hogy mikor, melyiket, hogyan csinálja meg, hogy szakít rá időt, ugye, de közben jött a karácsony, de közben filmforgatás, de az egyik filmforgatásnak az utódolgait még most intézzük, de már kezdjem el szervezni például a mostani erdélyi kirándulásunkat. Szóval, hogy így egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon sok volt, és akkor éreztem egy ilyen december elején közepén egy olyat, hogy na most, hogyha nem pakolok le valamit, akkor nem tudom, valamit el fog pattani. Úgyhogy azt tanultam meg, hogy nem vállalunk túl sok mindent egyszerre, megyünk, így is van elég, bőven, de amikor leülök, és most éppen nincsen semmi vizsga, nincsenek óráim hétvégén, és van olyan, hogy a gyerekek sincsenek otthon, akkor így ülök, hogy biztos, hogy ez így jó? Nem kéne valamit csinálni? Úgyhogy én meg ilyen vagyok, de ezen próbálok dolgozni, hogy akkor legalább azokat az időket egy kicsit úgy minőséggel megtölteni. Polgármesterként most neked elég izgalmas időszakod lesz majd az idő. Miért gondolod ezt? Ez csak egy halvány sejtésem van erről, de hogy
ezt félretéve, van-e esetleg, félre, ha félre lehet tenni, de hogy van-e esetleg bármi olyan terved önmagaddal kapcsolatban, vagy akár a hivatásoddal, a hivataloddal kapcsolatosan, amit úgy tervezel, hogy az idejében jó lenne megvalósítani? Akkor mondjuk annak a közéleti eseménynek egy olyan aspektusát, amiről ritkán szoktuk beszélni, mert arról szokott vita, ugye most másfél lesz az önkormányzati választás, együtt lesz az Európa Parlamentivel, ezért nem októberben lesz, hanem ugye júniusban. És nyilván mindenféle aspektusát a hírekbe lehet hallani, meg a véleményműsorokban, meg erről vitatkoznak, kinek ez tetszik, kinek nem tetszik, mint ahogy ilyenkor egy változás lenni szokott. Viszont van egy nagy előnye. Az előnye pedig az, hogy június elején ez a közéleti verseny ez lezáródik. Magyarul a nyár az egy vagy így, vagy úgy, de egy sokkal békésebb időszak lesz. Ha már a család fölmerült, hogy elmeséknál örülnek-e, vagy örülnének-e annak, hogyha tovább folytatná tanulmányait, akkor én is hallottam már olyat otthon, hú, de jó, hogyha nem októberben lesz, akkor nem az egész nyara fog a családnak erre rámenni, hanem a nyár ehhez képest sokkal nyugodtabb lesz, mint x évvel ezelőtt volt. Úgyhogy ez mindenképpen változás lesz a korábbi időszakhoz képest, bár ezért a változásért én valami keveset tettem, mert nyilván nem mint döntjük el, hogy mikor megyünk a ringbe, hogy ilyen sporthasonlatot mondjak. Inkább egy olyan példát, pont amikor János beszélt, gondoltam rá, hogy talán még az előző témával ezt összekötve, egy évvel ezelőtt, amikor január 1-én az Albarégia szimfonikusoknak az újévi koncertjén néhány szót köszöntő gondolatként elmondtam, és sajnos ott úgy kellett befejezni, hogy az előbb említett energiahelyzet okán a koncert vastapsát követően mindenki, amikor elhagyja a színházat, akkor ráfordítjuk a kulcsot a zárban, és két hónapig a zárva lesz a színház épület. Ami egyébként, ha valaki belegondol, egy borzalmas, nehéz volt döntésként is, meg megélni is, hogy a régiónak egy meghatározó kulturális intézménye, mint épület, az zárva van, és ott közösségi térként nem történik semmi heteken keresztül. És most, amikor idén, január 1-én az esti koncert előtt mondtam néhány köszöntő gondolatot, és ez futott át akkor a fejemben, hogy egy évvel ezelőtt azt kellett mondani, most már minden nagy örömmel mondhatom azt, hogy ilyen nem történik, hanem a színház kinyit január 2-án is, január 10-én is, február 5-én is, és mennek a koncertek, mennek az előadások. És ezt én azért tartom fontosnak, mert ha akkor joggal egyébként buslakodtunk azon, hogy azt a lépést meg kellett tenni, akkor most viszont örüljünk annak, és értékeljük azt, hogy ez a lehetőség itt van. És szerintem ez ki a saját életébe megtalálhatja, nem kell ahhoz polgármesternek lenni, legfeljebb a példái mások az egyes embereknek a saját élethelyzetükhöz képest, hogy érdemes megkeresni azokat a pontokat, amik örömpontként is, még a kihívásokon belül is ott vannak. Kihívás mindig van az életbe, a gyermekkortól egészen gondolom a nyugdíjaskorig, ott is megjelenik, már másnál akkor jönnek az unokák, és annak minden szépsége és nyilván minden kérdése. Így van ez szerintem minden életkorban, élethelyzetben, úgyhogy magamat is arra biztatom meg nyilván mindenkit, hogy találjuk meg ebben a helyzetben is azt, ami egy kicsi örömteli tud lenni. De egyébként három gyerek az mindig ad önmagába is családi kihívást. Nekünk ráadásul a feleségemnek most végzős osztálya van, osztályfőnökként érettségizni fognak a diákjai. Ezt már látom, hogy ez otthonra is mindig hat, mert nyilván ő izgul értük és segíti őket, felvételi sok egyéb dolog, ami ezzel jár, a családoknak, szülőknek is támogatást ad, úgyhogy ez biztos a családra is hat. Például, mert remélem, hogy jönnek hozzá szerenádozni, és ez egy gyönyörű dolog. Még csak a szobában, én le vagyok tiltva, de benne kell maradnom a szobában, hogy ők egymással tudjanak foglalkozni, aztán persze előbb-utóbb a diákok rájönnek, hogy otthon vagyok, és akkor én is megjelenek ott közöttük. Szerintem ez is szépség. És amíg a Szilvi utalt, hogy a három gyermek ugye nő, és egyre többször kerülünk abban a helyzetben, hogy ők már nincsenek otthon. A nagy már nem is feltétlenül, hogy egyetemista, nem, már jóval kevesebbet van otthon, de nyilván a két középsőnek is egyre inkább megvan a saját élete, és nem olyan furcsa helyzetbe kerülünk, hogy otthon vagyunk kettesben, plusz a kutya, és akkor persze Carlos ad nekünk feladatot, mert sétálni kell, mert ő aztán megadja és meg is követeli a szeretetet, meg a törődést. És ezekben a pillanatokban is megvan a szépség, aztán az aggodalom, hogy hol vannak a gyerekek és mi van velük, és aztán mekkora öröm, amikor egyszer csak nyílik az ajtó, és mondjuk megjelenik a nagy, nem is tudunk róla, hogy jön, de mégiscsak jön, mert neki is szerint akkor jó egy kicsit otthon lenni és velünk lenni, és szerintem ezek gyönyörű pillanatok, és meg kell élni, mert rohan az idő. Nem értettem gyerekkoromban, amikor felnőttek beszélgettek egymással, hogy gyorsul az idő, de most már értem.
hogy egy év az hogy megy el. És igenis meg kell találni azokat a pillanatokat, meg kell élni, az legyen egy jó könyv, legyen egy jó beszélgetés, legyen egy jó találkozás, legyen egy jó film, egy jó színházi élmény, mert az életnek ez adja a szépségét, és nagyon gyorsan elrohan egy esztendő, de ebben az évben is meg lesznek ezek a szépségek, meg kell találni. Nekem is, meg mindenkinek azt mondom, érdemes találni, így nézni az új esztendőre. Zsófi, ugye mondtad azt, hogy az Egyesület elindult, hogy akadálymentesi tudtátok tenni a klubot, és ugye ez milyen fontos számon, de hogy neked van-e bármilyen célod akár az idejében, amire azt mondod, hogy úgy kitűzted magad elé, vagy hogy szeretnéd elérni, akár az Egyesület kapcsán, akár a saját életedben, amit úgy azt mondod, hogy hát ez, erre most jó lenne rámozdulni, hogy jó lenne ezt egy kicsit megvalósítani, odahozni az életedben. Van-e esetleg ilyen dolog, gondolat a fejedben? Hát, hogy van, az biztos. Pont azon gondolkodtam, hogy ha nekem már valaki azt mondja, hogy nincsenek terveim vagy ötleteim, na akkor van nagy baj, mert hogy az mindig generálódik, és mindig kitalálok újabb és újabb célokat. Az első, amit még a tavalyi évről hoznék, és ami azt szeretném, hogy az első fél évemet jellemezze, és ezt szeretném úgymond felölteni magamra, az a hála. Tehát nagyon szeretnék az első fél évben hálát adni, és nyújtani azoknak, akik nagyon sokat segítettek eddig. Ilyen például ugye önkormányzat polgármester úr, akár a 8 éve lesz már, hogy Székesfehérváron élek, és ide igazoltam ugye még válogatott parasportolóként, akár az elmúlt 8 évre nézve, akár pedig a tavalyi évre nézve, hiszen a második nagyon sikeres divatbemutatómat szervezhettem meg fogyatékossággal élő modellekkel, ahol 20 fogyatékossággal élő szépség állhatott a kifutóra, és ezek mind olyan dolgok, amikért azt érzem, hogy most az idei 2024-es fél év elején fogok tudni majd hálát adni. Ugyanilyen, ugye, amit említettem, az Egyesületi Iroda és Közösségi Térnek a megnyitása, tehát ott is nagyon-nagyon sok barát segített, motoros csapatok álltak össze, hogy segítsenek nekem a kifestésben, hogy minél könnyebben ezt meg tudjam valósítani, és minél egyszerűbben ebben a mai azért nehézkes világban, főleg ugye igazából legfőképpen így egyedül önállóan, ha úgy nézzük, ez egyféle vállalkozás is, ugye, bár én ezt a szívemből csinálom, és ugye a célom az, hogy élményt adjak, és akkor ide vezetném át, az évnek pedig így a második felében, második etapjában pedig a hivatalos munkáim ellátása mellett ugye szép programokkal iskolákba járni, bár lassan már körbeérjük a várost, és meglátogatunk minden intézményt, de ezek mellett nagyon-nagyon szeretnék minél több élményt, program flashmobot, és minden olyasmit csinálni, ami a sorstársaimnak élmény. Tehát amihez egy mozgássérült, egy látássérült sokkal nehezebben jut hozzá, mint egy épp testű, nevezzük itt ugye épp testű embernek a társadalom többségi részét, és ezeket mind-mind szeretném megadni, illetve nagyon szeretnék olyan szinten edukálni, hogy az érzelmeken dolgozni, az embernek a felfogásán, amit Jani említett, a pozitív, a most megélése a majd helyett, tehát ezeken dolgozni, és nagyon szeretnék a városba hívni olyan tehetséges fogyatékossággal élőket, vagy kiemelkedő fogyatékossággal élőket, vagy akár hátrányos helyzetű embereket, akik valamit letettek az asztalra, vagy már nagyon mélyről kellett mondjuk baleset után újra felállniuk, és azt gondolom, hogy az ilyen előadásokból, az ilyen emberi történetekből mindenki magával fog majd tudni vinni haza kis lelki bombon elemózsiát, amiből táplálkozhat majd az évben és az életének a hátralévő részében. Úgyhogy nagyon-nagyon sok terv van még emellett, de ezek az ilyen fő csapáselvek, ami mentén szeretnék haladni. Vessétek le a régi ember szokásaival együtt, töltsétek fel az újat, ami állandóan megül teremtőinek képmásra, teljes megismerésig. Ez a szlogen, amit idehoztam nektek, amiről így beszélgetünk, ugye ez a vessétek le a régi embert, mi volt az, ami a múltban volt, mi az, amit magatok mögött hagytok, költsétek fel az újat, amit most idehoztatok, hogy milyen tervetek, vágyatok van. És így azon gondolkodtam, hogy megkérdezlek titeket arról, hogy ha ezt a kifejezést halljátok, hogy állandó megújulás, hogy állandóan megújul, hogy erről mi jut nektek eszetekbe? Valami gondolatotok ez az állandó megújulással kapcsolatosan? Nyilván ez egy nagyon rohanó világ, amiben élünk. Nem tudom, hogy a 200 évvel ezelőtt itt élt ember is ugyanígy rohanónak élte meg az ő világát, vagy nem. Ezt ugye nem tudjuk megítélni, de én úgy érzem, hogy mi a saját világunkat nagyon is rohanó világnak éljük meg.
Részben magunk is tehetünk erről persze, részben hihetetlen gyors az a technológiai eszközökben megjelenő változás, ami meghatározza a mi életünket, mondjam, hogy csak a diákéveinkhez képest belegondolunk, hogy amikor felnőttként vagyunk diákok, akkor mondjuk az akkori tankönyvhöz képest most a tablet és az internet és a mesterséges intelligencia és az online vizsga, tehát hogy mennyi minden megváltozott körülöttünk, ennek minden kihívásával együtt. De mégis valahol az alapvető emberi értékeknek kellene egyfajta állandóság, mert azok technikai eszköz ide, technikai eszköz oda nem feltétlenül kellene, hogy változzanak. Tehát most azt, amit most mi csinálunk, hogy időről időre leülünk és beszélgetünk különböző témákról. Ez valójában 200 évvel ezelőtt is megtörténhetett, legfeljebb nem tévéstúdióban. Akkor a polgármester is pedig város, hogy... És nem tudom, hogy 200 év múlva kik fognak beszélgetni, valószínűleg nem egy tévéstúdióban megint csak, hanem van teljesen más millióban, de a beszélgetés, mint egy kommunikációs lehetőség ember és ember között az adott volt, és most is adott. És nagyon sok ilyen dolgot találhatnánk, amit ebben a rohanó és valóban állandóan változó világban is megjelenik. És talán hagyd mondjak egy érdekes példát, az idei év egyik nagy kihívása lesz, hogy átadjuk a multifunkcionális nagycsarnokot. És ugye ez a csarnok, ez nyilván egy 21. századi létesítmény kívülről és belülről, és ebbe az egyik meghatározó városi közösség, a jégkorong társadalom az átköltözik, hiszen a csapat jövő szeptemberben már ott kezdi a bajnokságot, és ez nem csak azt jelenti, hogy a csapat átköltözik, azt jelenti, hogy az a több ezer ember is, aki szurkolóként ott hetente egyszer-kétszer kimegy mérkőzésre. És a Raktár utcában nagyon sok szép dolgot megéltünk közösen, a mindenkori szurkolók, a mindenkori játékosok, rengeteg élmény van. És most lesz egy változás azáltal, hogy új otthona lesz ennek az egész közösségnek. De meggyőződésem, hogy lesz benne sok állandóság is, hiszen valójában a lényeg nem változik, hogy egy közösségi élményként éljük meg ebben az esetben azt a sporteseményt. És ebben az évben ez meg fog történni, és jó lenne, hogy azt a közösséget és azt a közösségi élményt azt át tudnánk menteni egy modern, új környezetbe is, ahol ráadásul adott esetben a befogadó képesség nagysága okán több ember találkozhat ebben a közösségben, vagy csatlakozhat ez a közönséghez. Úgyhogy ez egy változás lesz az állandóságban, vagy egy állandóság lesz a változásban, ami nem önmagában a létesítmény a lényeg, hanem hogy azt be tudjuk-e lakni emberi, pozitív emberi tartalmakkal, hogy például abban a két órában mindegy, hogy a mellettünk ülő bérletes az honnan jön a világból, egyébként milyen örömei vagy nehézségei vannak éppen, fiatal vagy idős, hölgy vagy úr, milyen anyagi körülmények között van ott, abban a két órában mi egy közös célért vagyunk ott, mondjuk szurkolni egy csapatnak, vagy részt venni egy koncerten, vagy egy előadáson, és mondjuk élményt adni, vagy élményt kapni. Úgyhogy most így hirtelen ez jutott eszembe. Köszönöm. Hát, ha segít, igazából én bennem az is mocog ennek a gondolatnak a kapcsán, hogy az a fajta jó értelművet elégedetlenség önmagammal szemben, hogy amit picit már megnéztünk az előbb, hogy mi volt az, amit leraknál, mi az, ami a célod, de hogy ebben benne van ez a szüntelen belső megújulásra való meghívottság. Tehát bennem valami ilyesmi, azok hát ez így segít nektek, hogy ez az állandó megújulás, ez nem azt jelenti, hogy minden elveszik belőlem, hanem hogy még tudok jobb lenni, vagy valahol még tudok tökéletesebb lenni, és tudok még előre haladni, van egy ilyen vonzás. Ugye nagyon nehéz erre válaszolni, tehát, és tulajdonképpen vissza is dobhatnám a kérdést, hogy szükséges kell az állandó megújulás? Attól függ, hogy milyen szempont szerint és milyen oldalról tekintjük szerintem ezt a kérdést. Hogyha csak és kizárólag mint ember teszed fel ezt a kérdést, hogy én mit gondolok erről, vagy akár színészként, vagy akár mi másként, én azt gondolom, hogy igen. Hiszen én azt gondolom, hogy életünk végéig sem tudunk tökéletesek lenni, sem a szakmánkban, sem emberileg, mert ebben nincs plafon. Mert én azt gondolom, mindent lehet még jobban és még jobban. Emberként is, szakemberként is, és sorolhatnám tovább. Tehát így módon a kérdésedre, természetesen akkor a válasz az, hogy igen, mert, és ami nagyon fontos, hogy folyamatosan tenni is kell ahhoz, hogy ez a megújulás megtörténjen szellemileg, testileg és lelkileg is, én azt gondolom. És hogyha egy picit ezen az emberek elgondolkodnak most ezen a kérdéseden,
akkor szerintem nagyon-nagyon sokat segítettél ezzel, mert igen, le kell ülni néha egyedül, egy parkba, otthon, bárhol, és gondolkozni kell, hogy hol tartunk, és hogy mifelé megyünk. Hogyha ezt meg tudjuk fogalmazni, akkor természetesen már jön a következő, hogy és akkor hogyan tudok ezen változtatni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdés. Én azért nem válaszoltam először, mert sokféle módon és szempont szerint lehet értelmezni ezt a kérdést, de okay. Összességében azt gondolom, hogy válaszoltam a kérdésemet. Okay. Okay. Meg szerintem egyébként ez teljesen személyiségfüggő. Tehát, hogyha most azt nézed, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, mindig arra törekszünk, egyrészt a szakmánkból, saját hivatásunkból kifolyólag is muszáj mindig megújulnunk, van egy ilyen késztetés kívülről is, meg egyébként magunk miatt is. A saját magánéletünkben is szerintem mindig egyre többet akarunk, újabbat, jobbat, miután maximalisták vagyunk. De vannak sokan, akik nem így élnek, én szerintem. Van, aki megelégszik, neki úgy jó, és bele megy ebbe az állandóságba, elfogadja, és nem akar megújulni. Szerintem nagyon sokan vannak így. Aha. Jó ez? Hát, szerintem, ha neki ez jó, akkor igen. Jó. Szerintem aha. Igen. Aha. Mindenkinek, ami jó. Zsófi, esetleg benne valamit mondani? Bennem az merült fel ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy szerintem vannak az életünkben dolgok, például az értékek ilyenek, amik állandók. Én mindig, amerre csak járok előadni, vagy csak buszsofőrrel beszélgetek utazásaim során, én mindig a tiszteletről beszélek, és a tiszteletre próbálom felhívni a figyelmet. Én azt látom, hogy ebben a világban, ami kezd egy kicsit elveszni és elkopni egymás iránt, tényleg mint embertársunk egymás iránt, az a tisztelet, és ez nagyon veszélyes és nagyon rossz irány, én úgy gondolom. És hogy szerintem vannak ezek a bizonyos értékek, mint mondjuk a tisztelet, vagy a szeretet, vagy a becsület, ezek olyan dolgok, amik állandóak kellenek, hogy legyenek. De hogy én belegondoltam a saját jelenlegi életembe, és nekem igazából minden napon valahol egy kicsit egy ilyen megújulás, mert sose ugyanaz. Tehát alapjáton, hogy éppen milyen kedvel kelek fel, morgósan vagy sem, mokka megbökereggel vagy nem, az én kis vakvezető kutyusom, tehát hogy minden nap egy picit más, ezáltal minden nap valahol egy megújulás, hiszen minden nap új nap kell fel. Igaz, maga a nap az ugyanaz, de mégis egy új nap virrad, és az amúgy tele van új lehetőségekkel. Ahogy Szilvi mondta, ez egy amúgy nagyon jó csapatmotto is lenne, azt gondolom, ez a maximalizmus, mert tényleg talán mindannyiunkra jellemző, tehát hogy ez bennem is bennem van, mindig a megfelelés, a teljesítés, a célok elérése, de hogy ettől függetlenül az is nagyon fontos, amit meg Jani mondott itt már többször, hogy a mostban élni, és a mostot megbecsülni, és hogy az állandót is amúgy megbecsülni és elfogadni, ettől még lehet az új felé nyitni, meg az új felé kacsingatni. De szerintem ez, ahogy a többiek is mondták, nagyon személyiségfüggő, ki milyen képen szeretné élni az életét. Azt hiszem, hogy jó, hogy ezeket így előhoztátok, mert valami ilyesmi mocorgott bennem is, hogy akkor van bennem bármiféle késztetés a változásra, hogyha van valami célom. Ugye ez a szlogen, vagy ez a mondat, amit idehoztam, ez alapvetően, mivel keresztény szöveg, Jézusra fókuszál, és azt mondja, az mondódik ki tulajdonképpen benne, hogy én, aki élem az életemet, van egy célom, hogy Jézushoz hasonlítsak, és soha nem vagyok olyan, mint ő. Hogy szükségem van állandó megújulásra, magamra nézésre, lelkiismeret vizsgálatra, mert ugye az a célom, hogy ő hozzá hasonlítsak. De azt gondolom, és azért is hoztam ide, hogy amit így meg is fogalmaztatok, hogy ha eljutok odáig, hogy van, hogy vagy az, hogy elértem valamilyen szintet, és azt mondom, hogy nem akarok tovább menni, ez is tulajdonképpen egy döntés az életemről, mert akkor nincs szükségem megújulásra, az így jó. Mondjuk, hogy az evolúció elérte a célját, és akkor ott azon a szinten megállt. De hogyha ha valaki nem vallásos emberként éli az életét, és kitűz maga elé valami célt, amit meg ugye idehoztatok a maximalizmusodok kapcsán a saját hivatásukban, vagy bármiféle növekedésben, fejlődésben, akkor újra meg újra ott van az, hogy és akkor még egy picit jobban műsorvezető legyek, jobban színész legyek, jobban vezető legyek, jobban egy összefogó ember legyek, egy központi ember legyek, jobban éljem meg a papságomat, tehát hogy van egy belső nyugtalanság. Én azt hiszem, hogy talán az a fontos egy-egy ilyen ebben a megújulásos helyzetben, hogy amikor rájövök, hogy nem jól működök,
akkor ne az mondódjon ki, hogy én rossz vagyok, hanem az, hogy meghívott vagyok arra, hogy jobb legyek. És ez megint annak a fajta szemléletnek szerintem egy nagyon fontos része, amit akár csak az első kérdésnél idehoztatok, hogy igen, voltak rossz dolgok, de abból az jött ki, hogy igen, megéltem nehézséget, de abból az jött ki, hogy. És szerintem ez egy nagyon fontos szemléletbeli kérdés, hogy az én megújulásom az arról szól, hogy meghívott vagyok arra, hogy jobb legyek, vagy meghívott vagyok, hogy teljesebb legyen az életem. És hogyha valahol megálltam, és azt mondom, hogy itt elég, akkor azt jelenti, hogy jó, hát végül is, akkor nincs tovább meghívásom. Ha az úgy jó nekem, akármilyen okból, hát akkor boldog lehetek, hogy akkor megérkeztem a célomhoz, bár én ilyenkor mindig kérdőleket teszek föl, de ez most nem célom, hogy itt bárkit is ezzel mozgassak. És akkor itt jön elő az az utolsó kérdés, amit úgy éreztem, hogy nem tudok kikerülni, ha már egyszer ebben a hivatalomban vagyok itt, hogy papműsorvezetőként vagy műsorvezető papként vagyok itt. Mert ugye ez az egész szöveg valahol odafut ki, hogy a teremtőjének a képmására, és hogy arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan gondoljátok, hogyan látjátok, hogy van-e értéke vagy értelme a hitnek a ma világában. És ez most egészen konkrétan mondjuk akár a keresztény értékrendre, mert azt gondolom, hogy ugye általában hinni, de azt is lehet, hogy ha ezt gondoljátok, akkor ez is belefér bármelyik megközelítés, hogy van-e értelme. Ha igen, akkor szerinted mi? Ha a hit nélkülségre gondolsz, akkor azt meg hogyan lehet megélni? Tehát ezek mocorogtak bennem, hogy erről mi a gondolat, van-e valami gondolatotok, véleményetek? Én azt gondolom, hogy hit nélkül lehet, de nem érdemes élni. Aha. Tehát én ebben biztos vagyok, és nagyon-nagyon sokat beszélgettem én már erről a témáról, nagyon-nagyon sok emberrel, és tulajdonképpen, hogyha nagyon leegyszerűsíteném most ezt a dolgot, és egyszerűen fogalmaznám meg, tulajdonképpen ezekből a beszélgetésekből azt szűrtem le, hogy, és ezt most értsd jól, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy az ember mibe hisz, de legyen hite. Lehet az kő, fa, szobor, Isten, nevezzük bárminek. A lényeg maga a hit. Hogyha én azt gondolom, hogy fontos, tehát enélkül nem lehet élni, hiszen hihetetlen kapaszkodó az életbe, erőt adó, biztonságot adó, mert amikor gondoljunk csak bele, bármi rossz történik mondjuk az életünkben, mi az első, mondjuk, hogy Ja Istenem, kérlek segíts. Tehát, hogy mindig valahogy ez jön az emberből, valahogy szerintem ez ott van bennünk. Még abban az emberben is szerintem, aki ezt tagadja és azt mondja, hogy nem. Mert pont egy ilyen helyzet, amit most mondtam neked, hogy ha valami rossz történik, akkor azokból az emberekből is általában ezek a mondatok szoktak kiszakadni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, fontos, és enélkül nem is tudom elképzelni az életemet. Én azt akartam kérdezni, hogy te a saját életedben ezzel hogyan vagy? Az is érdekes, és ez nyilván egy hosszabb beszélgetés lenne. Csak annyit, amennyit el tudsz mondani. Igen, azt, hogy hogy kerültem én kapcsolatba, és egyáltalán, hogy ez hogy jött, vagy hogyan építkezett fel bennem. Aha. Tehát ez szépen rétegről rétegre haladt, és épült, amíg egyszer csak azt gondolom, hogy elérte azt, hogy igen, tehát nekem erre szükségem van. De nyilván nem akarom húzni az időt ezzel, úgyhogy én azt gondolom, hogy elmondtam a lényeget, hogy mit gondolok erről, számomra fontos. Jövök én? Vagy hölgyek? Persze. Én mindig meg szoktam vallani, hogy hívő ember vagyok, úgyhogy a hit az nyilván minden olyan dolgot jelent, ami ebből következik. De hogyha most elvonatkoztatunk kifejezetten tőlem, bár szerintem sokszor érezzük, néha kimondjuk, néha kevésbé, hogy na ez a gondviselés nélkül nem történt volna meg, vagy nem történhetett volna meg. Az a pillanat, az az esemény, az életben megmutatkozó összefüggés. De ha ettől elvonatkoztatunk, és nyilván az én környezetemben is vannak olyanok, akik hisznek, vannak olyanok, akik hisznek, de gyakorolják is, vagy éppen kevésbé gyakorolják, vagy akik magukról azt mondják, hogy nem hisznek. Én mindig csak azt szoktam megfogalmazni, hogy egy biztos, hogy ha tanítást, és ha már mégiscsak egy tanítást hoztál ide mottóként, akkor lehet talán ezt mondani, ennek az alapját a szeretetre vezetjük vissza, és azt mondjuk, hogy a fő üzenet, hogy a szeretet ott legyen közöttetek. Ha a szeretet ott van közöttünk, akkor a világ csak jobb hely lehet.
És akkor most, hogy ezt ki miből vezeti levek, hova viszi tovább, az nyilván nagyon fontos az egyén számára, de valójában az életünk csak jobb, hogyha ha a szeretet ott munkál közöttünk, vagy amit a Zsófi említett, hogyha a szeretetből a tiszteletet is képesek vagyunk egymás irányába átadni és gyakorolni, ha jobban megértjük a másikat, ha elfogadjuk a másikat, ha segítünk neki, ha odafigyelünk egyre, akkor az élet minden területe, legyen az a mindennapok, legyen az a közlekedés, legyen az nagyon-nagyon sok minden, az csak jobb lehet. És akkor, hogy ezt ki pontosan hogy éli meg, az nyilván az egyénnek már a lelkiismereti és magánügye és gondolata. Ebben a nagyon szabad világban ezt nagyon sokféle módon meg lehet tenni. De hogyha ezek mellett éljük az életünket, vagy próbáljuk kicsit magunkat is nevelni, meg ezáltal egy kicsit a környezetünkre is jó hatással lenni, akkor a világ az csak szebb helyé tud válni, és akkor a gondviselés való mégiscsak ott dolgozott. Hogy mennyire van jelen a világunkban, mert volt egy kérdés, ennek egy ilyen része is, ez tényleg megérne egy önálló beszélgetést, úgyhogy amikor a kör majd újra hozzád visszajön, akkor szerintem érdemes ezt boncolgatni egy pár hónap múlva. Talán inkább azt emelném ki, hogy én azt érzem a ma világában, a ma emberén, hogy egy picit hajlamosak vagyunk túlértékelni az ember szerepét a világban. Tehát kicsit néha nagyképűnek érzem az emberiséget. Hogy azt gondoljuk, hogy mindent tud az emberiség, az elejétől a végéig mindent le tud vezetni, ha jót csináltunk, mit csináltuk, ha rosszat csináltuk, mit csináltuk, és biztos, hogy értsük annak minden logikáját tudományosan, vagy kevésbé tudományosan, miközben valójában nincs így, mert ha csak elmegyünk a világ eredetére, mindig lesz egy pont, amit nem tudunk fölfogni emberileg, hogy történt. Tehát mindig van valaminek egy előzménye az emberi agynál, amit nem fogunk tudni megmagyarázni. Ezt most nagyon leegyszerűsítve, hogy utána megfog ősrobbanás, oké, de az valaminek föl kell robbanni. Tehát nem tudunk emberileg elképzelni valamit, ami előtt nem volt valami, amiről nem tudjuk, hogy mi. Tehát nagyon-nagyon sok rétege van ennek a dolognak, és ez a mában is igaz, hogy hajlamosak azt mondani, hogy csak mi okoztuk, vagy csak mi tudjuk megoldani. Aztán jön valami, és rájövünk arra, hogy nem látjuk bele, ezt értjük, azt meg nem értjük, és ezt néha el kéne fogadni. És néha egy kicsit alkalmazkodnunk kellene emberként, és nem hinni abban, hogy mindig mindenért mi vagyunk a felelősek, hogy mindig mindent mi tudunk megoldani. Nem. Ez szerintem az egyén életében is van olyan, hogy nem tud megoldani, és néha nagyobb bátorság kell annak a bevallásához a tükör előtt, hogy ezt most nem tudom megoldani, vagy itt most nekem segítséget kell kérnem. És a ma embere talán ebben a leggyengébb, hogy segítséget kérjen. Embertársától, mondjuk egy szakembertől, vagy adott esetben a gondviseléstől és a hiten keresztül. És hogyha erre képesek vagyunk, akkor kicsit egyébként szerintem lenyugszunk, és ha lenyugszunk, akkor kicsit lassabb lesz a világ, akkor valójában visszajutunk a legfontosabb értékekig, amik igazán fontosak az ember. Tényleg, ha már karácsonyról, adventről beszéltünk, én valami kevés konkrét tárgyra emlékszem, amit gyerekkoromban kaptam ajándékként. Pedig egyébként azt vártam, tehát mindenki gyerekként azt várta, hogy mi lesz ott a fa alatt, mi van abban a csomagban. De nagyon kevés dolgot tudnék konkrétan megmondani, hogy mikor mit kaptam. De ha becsukom a szemem, rengeteg karácsonyi élményem van, hogy voltunk együtt, hogy amikor benyitottam a szobába, hol ült a nagymama, hol ült a nagypapa, hogy milyen sorrendben mentünk körbe-körbe. Magyarul élmények, emberi kapcsolatok maradtak meg, nem konkrétan az az egy adott játék, amit ajándékként kaptam, és ott volt a fa alatt, és a Jézuska hozta anyuka és apuka segítségével. Tehát szerintem a hit az e tekintetben nagyon-nagyon sok mindenről szólhat, de valójában a nagybetűs emberről szól. És hogyha a szeretet üzenetét kicsit komolyabban vesszük, akkor egy kicsit a saját világunkat is jobbá fogjuk tenni. És ezt ki egyénileg hogy éli meg, azt meg bízzuk az egyén lelki ismeretére. Köszönöm. Zsófival beszélgettünk már idefelé évet, úgyhogy ha elmondanád, hogy mit gondolsz erről a kérdésről, mert neked van ennyi előnyöd, hogy már föltettem neked ezt a kérdést. Igen. Már erről beszélgettünk. Én azt gondolom, hogy hit az nagyon fontos, és létezik a hit. És a hit nekem például érdekes mód most nem a szeretet szó jut nekem a hitről eszembe, hanem nekem az erő. Tehát én azt gondolom, hogy a hit az egy borzasztó erővel bíró dolog, és hegyeket tud megmozgatni az emberi hit, hogyha hiszünk akármiben is. És amiről igen, mi beszélgettünk, az, hogy én személy szerint úgy nevezném a vallásomat, hogy nyitottság. Én nagyon érdekes utat jártam végig ebben a kis 30 évenben. Én nagyon sok vallást megkerestem, erről is hosszasan tudnék mesélni, és feltettem több vallásnál is azt a kérdést, hogy,
hogy mit gondolnak az adott vallásnak a vezetői, miért születtem én így ezzel a, akkor még nagyon úgy gondoltam kamaszkoromban, hogy nehézséggel, ezzel a rosszal, hogy én nem látok, és nagyon kíváncsi voltam, kerestem a válaszokat nagyon, hogy miért is nem látok én. De ugye erre igazából nem kap az ember választ, és igazából ezt csak el kell fogadni, és ezzel tovább élni az életet, és ezt megtanultam. Én azt gondolom a hitről és a vallásról, megint csak a tiszteletet kapcsolnám ide, hogy ez is egy olyan dolog, amit tisztelni kell. Azt is tisztelnünk kell, ha valaki hisz, akármiben is, amiben ő szeretne, meg azt is tisztelnünk kell, hogyha valaki pedig nem hisz. Tehát hogy ez minden embernek a szuverén joga, hogy ő mit szeretne. Én nagyon nyitottan állok ez a kérdés előtt. Keresem még egyelőre az utamat, úgymond ebben. Köszönöm. Hát mi ugye már sokat beszélgettünk erről, és bár mostanában nem volt rá lehetőségünk, de azért nem sokat változott ez a téma bennem. Én ugyanúgy hiszek, nagyon fontosnak tartom a hitet. Én szerintem ez az, ami visz minket előre, enélkül nyilván nem, de ezt már elmondtátok jó hosszan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy enélkül nem is működne a világ, meg úgy az egyének. Tehát aki nem hisz, azt nem tudom, hogy tud létezni egyébként. De biztos valahogy igen, csak nem tudom, hogy mi az, ami mozgatja. Ez nekem furcsa, hogyha hallom másoktól, hogy egyáltalán semmilyen hite nincsen. Szerintem olyan nincs. Tehát az, hogy akár magában, vagy az erejében, vagy a tehetségében, vagy bármiben hisz, szerintem olyan létezik. Tehát az nem, hogy nem hiszünk semmiben. Én magam részéről, én hiszek, nem vagyok megkeresztelve még sajnos. Ilyen családban születtem, hogy nem volt divat keresztelkedni, de az évek során, ahogy cseperedtem, én mindig éreztem magamban egyfajta hitet. Én ezt a szüleimnek is elmondtam, és nyilván semmi rossz ezzel nem jött, csak egyre jobban, ahogy felnőttem, erősödött bennem ez a dolog. Kaptam intő jeleket egyébként. Nyilván, ahogy a Zsófi is mondja ezt, nagyon sokat kérdeztem én is magamtól például azt, hogy miért kaptam 8 évvel ezelőtt egy olyan betegséget, amit nagyon sokan nem élnek túl. Vagy miért van az, hogy nálunk mondjuk egy autista gyermek született a családba. Ezt a részét egyébként abszolút már nem kérdezgetem, sőt. De én azt gondolom, hogy ezeket a nehézségeket valószínűleg azért kapjuk, hogy ezen valószínűleg mi vagyunk azok, akik túl tudunk lendülni. Ugye szokták azt mondani, hogy arra pakolja, aki elbírja. És ez így, hát néha lehet ennek olyan negatív jelentése is, de azt gondolom, hogyha ezt hittel tudjuk csinálni, hittel tudjuk legyőzni, én akkor tényleg kaptam olyan jeleket, amik vittek előre, és azt gondolom, hogy a mai napig is ez éltető erőm, és most is érzem minden nap szinte azt, hogy van hitem, van miben hinnem, van miért csinálnom, van kitől kapjam az erőt, úgyhogy nagyjából ennyi. Nagyon köszönöm nektek a mélységeket, mert hogy azt hiszem, hogy eljutottunk elég mélységekbe, onnan föntről indultunk, hogy mi történt, meg hogy történt, és hogy amiket most így idehoztatok. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokaknak tudunk, vagy tudtatok ezzel adni. Meg leginkább talán az, hogy megláthattuk az arcotokat. Ez a nálatok mizu, ez nem csak arról szól, hogy otthon mi történt, hanem hogy ott benned, nálad mi történik, és most egy picit ezt is láthattuk. Én ezt a nézők nevében is nagyon köszönöm nektek a bátorságotokat, meg az őszinteségeteket. És hát rövidesen véget ér ez a mostani műsorunk, ez a rendkívüli nálatok mizu. A következő ilyen rendkívüli mizu adásnak a műsorvezetője pedig majd Zsófi lesz majd, úgyhogy nagyon várjuk, hogy majd, amikor te ülsz majd ebben a székben, akkor hogyan sikerül a műsor. Nagyon köszönöm a figyelmüket, nektek nagyon köszönöm a megosztásotokat, a gondolataitokat, és akkor várjuk majd önöket a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.